két perc sztori. Fent állunk, prédikáló széken, nagyon is híres ez az egész helyszín, a mögöttem lévő Dunakanyarra van. Magyarországon 1046-ban a Vataféle pogány lázadásnál egy újabb kísérlet született arra, hogy a kereszténységet visszaszorítsák. András kiválóan fel tudta ezt használni, sikerült legyőznie így az épp akkor uralkodó Aba Sámuel. András idejében természetesen többször is ránk törtek a németek, őket sikerült megfogni az előbb említett Duna mentén. Egy bizonyos Zoltán vidész 1052-ben megfúrva a hajókat, elsülyeztette az egész flottát és megúsztuk a támadást. Szegény Andrásunknak a nagy problémája a következő volt, volt egy öccse, Béla, és volt egy gyermeke, Salamon. És bizony el kell dönteni, hogy ki fog kettő közül uralkodni. Amikor ez a probléma előjött, akkor már András egyre inkább haldoklott, ezért 1060-ban Várkonyban meghívta mindkettőjüket, kirakta az egyik oldalra a koronát, másik oldalra a kardot, és azt mondta, hogy kedves Béla öcsém, válasz. Bélában két hang szólt. Az egyik az volt, hogy vegye el a koronát, és ő lesz a király. A másik azt mondta, vegye el inkább a kardot, és elégedjen meg inkább a hercegséggel. Némiképp rásegített, hogy már az ajtóban elmondták neki, hogy ha a koronát választja, még aznap valószínűleg meg fogja gyilkolni. Bölcsen döntött, elvette a kardot. Majd azután megvárta, mi meghal a király, legyőzte az éppen aktuális másik lehetséges jelöltet, megszerezte a trónt, de csak 3 évig uralkodhatott, mert 3 kilométerre lévő dömösnél egy balszerencsés éjszaka rádölt az egész nőszét. 2 perc történelem, még látjuk egymást.